Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit szentesen. Nagyon érdekes, amikor a jogát, az uralmat a, a tudatossággal párosítjuk. Nézzétek meg, hogy az, az uralomnak hányféle lehetséges változata van. Amikor arról van szó, hogy uralkodunk valamin vagy valakin, legritkább esetben szoktuk a tudatosságot választani, mint szerszámot. Általában valami sokkal durvább eszközzel szeretnénk az akaratot átvinni egyik helyről a másikra. Amitől a buddha nagyon-nagyon speciális lett 2500 évvel ezelőtt, az az volt, hogy ezt az uralmat letisztázta és éntől mentesítette. Tehát semmiféle isteni, emberi vagy más létforma beli egoítás nem hagyott benne ebben a tudatosságban. Itt, akik jogát gyakoroltok, a Trimurtival biztos, hogy ismerkedtek, teremtő Brahma, megtartó Vishnu, és a tisztító vagy pusztító Siva. Azért érdekes ez, mert nagyon-nagyon fontos elvet tartalmaz, a hinduk nagy része azért Sivával igyekszik jó barátságba kerülni, mert nem mindegy, hogy tisztulsz vagy pusztulsz. Tehát a megfelelő előkészítés által a karmádat úgy vedheted le, úgy szabadulhatsz meg tőle, hogy az éntelenedés által tisztulásnak éled meg. Ha viszont marad a ragaszkodás, marad az azonosulás, akkor pusztulásnak éled meg. Tehát nem mindegy, hogy a kígyó vedlik, vagy nyúzzák. A bőrét mindenképp elveszti. Az ember a karmájához annyira ragaszkodik, és annyira azonosul vele, hogy amikor meg kéne tisztulni tőle, hogy elnyerje igazi önvalóját, nagyon gyakran megáll már az elején, vagy félúton, vagy ami a legszomorúbb, egy lépéssel a cél előtt, mert nem hajlandó tovább változni. És a változásnak három nagyon fontos alapjegye van. Az egyik a mulandóság. Erre már minden felnőtt rájött, hogy mennyire mulandóak vagyunk. A Kölcsönös függés, ő megváltozik, én is megváltozom, én megváltozom, ő is megváltozik. És a tökéletlenség, ez a kedvencem. Mert semmi sem olyan, és senki sem olyan, amilyennek várjuk. Tehát a világ nem olyan, amilyennek elképzeljük, a másik ember nem olyan, amilyennek szeretnénk őt. És amikor ezeken a törvényszerű problémákon túllépünk, akkor kezdünk el a felébredés ösvényen járni. Nem mindegy, hogy a felmosó rongynak melyik oldalán vagy. Ha a felmosó rongy és a padló között vagy éppen a padlón lévő piszok, akkor az pusztul. Mert a víz felmossa, a rongy begyűjti, és belekerül a vödörbe. Hogyha te vagy az, aki az ég és a felmosó között vagy, akkor ránézel a padlóra, és azt mondod, milyen tisztát, ez nagyon jó, csináljuk még egy kicsit. Mossuk még föl még egyszer, és akkor jó lesz. Az emberi tudat is ilyen. De ha egyszer rájössz, hogy egy tiszta tudat mennyire jó dolog, mennyire minőségi, világos, egyszerű életet lehet vele élni, mennyire Szükségtelen a szenvedés és a szenvedtetés, hogy van út, kivezető út ebből az állapotból, akkor rögtön valamit teszel. Népünk nagyon okos. Eszméletlen jól tudunk gondolkodni, rendszereket építeni, frissíteni, bontani, más rendszert építeni. A legnagyobb feladatunk az, hogy a gondolkodást vigyük át a cselekvésbe. És amikor a zen azt mondja, just do it, csak tedd. Már tudsz mindent, már eleget ismertél meg. Akkor pont azt a hidat igyekszünk megépíteni, amely történelmünk látott és kevésbé látott időszakaiban olyan keservesen volt járható. Magyarul cselekedj. Helyes irányt vettél föl, mehetsz arra, helyes a szándékod követheted. De ha nem ismerem föl a valós helyzetemet, akkor a kapcsolataimat sem tudom rendesen építeni. Akkor a működésem sem világos. És a tiszta tudat nélkül ez nem megy. Eredeti, igazi önvalónk, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez az, ami valójában közös bennünk. Az arcunk más, a testünk más, a lelkünk más, a gondolataink mások, az érzelmeink mások. De van valami, ami közös bennünk. Ezt a közöset sokkal inkább a csendben és a jelenlétben tudjuk megélni, semmint a sok-sok beszédben és a távkapcsolatokban. Amikor visszatérünk a gondolkodás elé, egyé válunk. Akkor meghaladjuk az életet és a halált, és a kígyó vedlik, mert tisztul, mert látsz, és a látás által megszabadulsz. Hogyha szándékosan eltakarjuk ezt a tükröt, hogy ha beszennyezzük a tudatunkat, akkor egyre kevésbé látunk. És a nem látás állapota, szaszkítul avidjá, az a szenvedésnek a táptalaja. Onnan tudod, hogy szenvedés keletkezik, hogy rendkívül erős szélsőségeket élsz meg. Hogy kapzsiság és harag keletkezik, és látszólag nem tudod, hogy honnan általában pótszerekkel, menekülési útvonalakkal, vagy erős önvédelmekkel szeretnénk ilyenkor bírni. És kiderül, hogy ezek elégtelenek. Kiderül, hogy ebből nem lesz út. Még menedék sem. Úgyhogy amikor ebbe a pillanatba visszatérsz, amikor végre tudomásul veszed, hogy itt vagy, most vagy, akkor nyílik meg az út felé, hogy te valójában ki vagy. Előtte nem, előtte a múltba menekültél, előtte a jövőbe menekültél, előtte egy alternatív jelenbe menekültél, és előbb-utóbb akkor a felmosorongy és a padló közé kerülsz. A realitás hiánya nem azért baj, mert az illúziók nehezek, hanem azért, mert az illúziók ott hagynak, az illúziók nem beszámíthatók, az illúziók válsághelyzetben fénysebességgel távoznak, akkor én ez az, az elképesztő, jeges érzés, hogy olyan valóságot látsz, amit eddig nem. Magadban is, másban is, és a világban is. Most ezt az érzést nem kell sokszerűen tapasztalnod. Minden nap a tükrödelét tudsz ülni. Minden nap megkérdezheted, hogy mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel. Minden nap megkérdezheted, hogy mi ez, és ezáltal ezt a tükröt tisztítod. A kérdezés kinyitja a tudatot, megszünteti a hamis azonosulásokat, és szélesre tárja a teret. A kielentések irányt mutatnak, a felszólítások ösztökélnek, és a dogmák börtönbe zárnak. Az abszolút értékűnek kikiáltott kielentések előbb-utóbb kerítésként, szöges drótként. Vár- és börtönfalként kezdenek el működni, ami az egyik oldalról védelem, az a másik oldalról akadály. Ami az egyik oldalról ment a napsugárzás pusztító heve elől, az a másik oldalról szemellenző és vakság. Minden jelenséget, legyen az belső vagy külső, láss a maga természete szerint. És amikor a helyzetedet világosan látod belül és kívül, akkor látod a kapcsolataidat. Látod azt, hogy valójában milyen viszony fűz a párodhoz, a családodhoz, a társadalmadhoz, a népedhez. Meglátod, hogy miért születtél ide. Miért pont erre a helyre, ebbe az időbe, ebbe a családba. Ez a karmának a fokozatos meglátása és felnőtt módon való tudomásulvétele. Ennélkül nem haladunk az úton, csak folyamatos köröket rovunk. Úgyhogy legyen az a jóga útja, vagy a zen útja, lényegileg nem különbözik egyik a másiktól, kultúrájában igen. Megfogalmazásában igen. De az, hogy a karmánkat látni szeretnénk, uralni szeretnénk, és helyesen szeretnénk használni, ez minden emberben közös, hiszen látod a mulandóságodat, látod a tökéletlenségedet, és látod azt a függő helyzetet, amiben élünk. Ebben a megvilágításban a szabadság, mint koncepció, nagyon érdekes. Nyugat, teljesen a szabadság, azt mondom, eléggé fejletlen és kiforratlan ideájával van elfoglalva. Hozzájön még az egyenlőség, amelyet a jelenségek szintjén szeretnénk látni holott egyik jelenség sem egyenlő a másikkal a formák és az érzékelések szintjén. És utána van az a testvériség, amit különböző rendszerek által szeretnénk megvalósítani, vagy ideológiák, gondolkodásmódok uniformizálásával, és ez sem megy. Tehát most elmondtam a francia forradalom három nagy ideáját, a szabadság, egyenlőség, testvériség ideáját, ezek nem rosszak és nem jók. De a megvalósulásuk módja az lidérces az elmúlt 250 évben. Ha megnézed, hogy ezen három fogalom nevében mit követtek el az emberek egymással, akkor azt mondjuk, hogy itt valami súlyos tévedés történt. És nem csak ez. Valahol nem láttuk át azt, amit egy nagyon nagy jogi mondott, hogy a kivezető út az befelé vezet. Az belül van. És ez a nyugatnak az egyik tragikus tévedése, hogy mindig azt gondolja, hogy kívül van, fölül van, máshol van, de nem bennem van. És elfeledkezünk arról, hogy igen, láthatjuk a tudattartalmunkat, láthatjuk a lelkünket, érezhetjük a testünket, és ez, ami látja, ami érzi, ez a tudatosodás alapja, ez az uralom kezdete. Nagyon sokat kellett szenvednie a nyugatnak az elmúlt 150 évben, hogy végre befelé nézzen. Hogy végre a paradigmaváltás elinduljon. Úgyhogy én kívánom azt, hogy a ma esti darma és a most következő kérdések és válaszok tovább segítsenek titeket az úton, mert ez az út, ez végtelen és kezdettelen. Számodra akkor van kezdet, amikor rálépsz. Akkor úgy érzed, hogy neked elkezdődött az út, de valójában csak ráléptél. És amikor úgy érzed, hogy hát nekem most ez az út véget ért, az azt jelenti, hogy abba hagytad, vagy feladtad, vagy elcsüggettél, és akkor leléptél az útról, és számodra annak akkor vége van. Az eredeti tiszta tudat útja az kezdettelen és végtelen, és sohasem járod egyedül ezt. Ez nagyon fontos. Ugyanis egy idő után már tényleg nem magadért gyakorolsz. Látod azt, hogy milyen hatással van ez a környezetre, a másik emberre, a közösségedre, a családodra, és ezt a gyakorlatot a mindennapi élet helyes hozzáállásával átviszed a mindennapokban. Nincs jobb. Nem hinném, hogy az itt jelenlévők közül túl sokan szeretnének kopas fejjel, kolostorba vonulva, a hegytetőn élni sok évtizeden át. Inkább a hegy jött le a völgybe, és tanítja azokat, akiknek. Kevés por fedi a szemét. Tehát a világ életet kell átalakítani, tudatosítani, megnemesíteni, ahhoz, hogy az értékeink megmutatkozhassanak. Tehát mindenki a gyümölcsoldalt szeretné, hogy legyen már több szeretet, legyen már több bölcsesség, legyen már több együttérzés, legyen már több önzetlen segítség. Honnan? Honnan? Menjünk el a piacra vásárolni? Honnan? Tehát ha nem belőlünk, akkor semmiből és senkiből. Tehát mi módon tudjuk kihozni ezeket a jó minőségeket magunkból? Alapvetően úgy, hogy teremtő képességünket elvállaljuk ismét. Hogy nem pusztán teremtetteknek fogjuk föl magunkat, hanem teremtőknek is látjuk magunkat, és ezáltal birtokba vesszük, elvállaljuk a létünket. És ez a vállalás, ez a felelősség hozzá el azt a szabadságot, amelyet annyira áhítunk, de annyira infantilis módon tudtunk csak tudomásul venni az elmúlt 150 évben. Tehát nagy a munka, de elvégezhető. Az ösvény végtelen, de járható. És amikor együtt gyakorlunk, akkor látjuk azt, hogy ezek a minőségek bennünk vannak, belőlünk származnak, ki tudjuk őket hozni magunkból. És ekkor kiderül, hogy igen, lehet helyesen együtt élni. Lehet helyesen cselekedni. Lehet helyesen viszonyulni a Földhöz és a másik emberhez. Kinek van kérdése? Hát ez most én, én központú kérdés lesz. Én négy nappal ezelőtt láttam az első videódat a netem. A videódban azt mondtad, hogy valamikor valakinek eljön a tanító. Na hát az az érzés az ott megjött. Úgyhogy megkerestem, hogy hol tudok megtalálni. Az a kérdés, hogy érdemesnek tartasz -e erre, hogy taníts? Igen. Hát. És ezt bátran mondom úgy, hogy így az arcodon és a hangodon kívül semmit nem ismerek belőled. Nekem nem a karmát kell, nem a múltad, nem az önéletrajzod, hanem az az érdeklődő, cselekvő magatartás, aki kész a tanítást befogadni. Úgyhogy légy üdvözölve a tanítványok sorában. Köszönöm szépen. Lehet, hogy remegni fog a hangom, mert nagyon-nagyon félek így beszélni emberek között, úgyhogy elnézést. Akkor ez enyém is fog. <laughs> Mondja. Nekem az lenne a kérdésem, hogy világ életemben nem éreztem azt, hogy szeretve vagyok, így a gyerekkoromtól kezdve. És hát ezáltal ugye egy önbizalomhiány, egy szeretet hiány kialakult bennem. Rengeteg embert elüldöztem magam mellől, a viselkedésemmel, a azokkal a tevékenységeimmel, amiket azt gondoltam, hogy majd azzal megkapom a szeretetet. Nyilván most már rájöttem, hogy ezek hibák voltak, vagy nyilván még jobb így utólag, hogy rájövök, mint hogy folytassam azokat a dolgokat. Igazából az nem a kérdésem, hogy hogy tudnám magamat megszeretni azért, hogy másokat is szeretni tudjak őszintén, és nem önzőségből, mert életemben egyszer éreztem csak azt, hogy szeretem önmagam, és az pár percre volt. Soha többet nem éreztem, csak akkor egyszer. Hány önmagad van? Szerintem többféle önmagam lehet, többféle szituációban. Ami ezt benned mondja, az egy vagy több tudat? Egy. Oké, okay. örülök. Ez az egy tudat miért osztja meg önmagát egy szerető és egy szeretett félre? Mit ettől? Hát ö, nyilván, ö, amiről te is beszéltél, hogy ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus, talán, és. És keres? Nem. Akkor miért csinálod? Egyszerűen nem tudom, hogy hogy csináljam jól. Nagyon őszinte vagy. Végre belül ráismertél, és elmerted mondani, hogy ez nem működik. Mert megosztom magam és ez a megosztottság, ez egyébként a szeretet hiánya. Ez egy széttépet állapot, hogy a lényem egyik fele kétségbe esetten igyekszik szeretni a másikat, és ez a megosztottság, ez egy állandó szétesettség, széttagoltság. Ahhoz, hogy ezt az egységet helyreállítsd, szükséged van a másik emberre. És Vállal. vállalj el egy olyan kockázatot, hogy te teljes szívedből, a magadban lévő egység hiteles forrásából, szeretsz valakit, és az a valaki viszont szeret téged. Tehát ezt a szeretetet és egyéb pozitív érzelmet nem lehet rövidre zárni belül, meg kiveri a biztosítékot. És joggal veri ki a biztosítékot, egységet akarok tapasztalni, de egyre nagyobb a kettősség. Egyre inkább próbálom szeretni magam, és egyre távolabb kerül a személyiségem egyik fele a másiktól. Ez nem megy. Tehát azt kell tenned, amit kevesen merünk, valaki elé odaállsz, megfogod a kezét, és azt mondod neki, hogy szeretlek. És az lehet a fiam is? Lehet. Hó, nagyon. Lehet egy kutya és a két mancsát fogod meg, egy macska, akit itt megölelgetsz, érzik, állatok is, emberek is ez a szeretet kapcsolat, ez nélkülözhetetlen. Ha nincs egy ilyen híd a belső és a külső, a mikrokozmos és a makrokozmos, az egyik ember és a másik ember között, hát Uramisten, mi lesz velünk? Be vagyunk zárva magunk is börtönébe, és piros festékkel festjük a falat. A cellát, körbe. És akkor úgy jó, akkor is egyedül vagy. És ez a magány, ez a belső megosztottság, ez a legnagyobb szenvedés, amit el lehet képzelni. Úgyhogy vállalod el ezt a kockázatot, és akkor megtanulod nem elüldözni az embereket magad mellől, hanem a helyes kötést vállalni. Megismerni azt az ürességet, amely aztán vállalja a kötést. Ez tesz minket felnőtté. És ez nem könnyű. De nincs más. És nincs jobb. Onnan tudod, hogy jól működik, hogy belül kristálytisztán látod, hogy jobban szereted a másikat, mint önmagadnak a képét. Mert önmagunkat nem tudjuk szeretni. Nincs két önmagunk, egy van. De az önképeinket sajnos tudjuk. És aki a saját önképébe szerelmes, az már is diplomázott a narcizmus képzőn. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon köszönöm. Egyéb kérdés? van -e esetleg arra rálátásod, hogy miért hullanak az emberek mellettem, mint a legyek? Mert meghalnak? E, igen, de ezek az emberek, akik mellettem elhullottak, ezek mind olyanok voltak, akik nekem keresztbe tettek. E, én soha nem szoktam beleállni senkivel, e, vitával, általában arra megyek, csináljon, amit akar tovább. De, a 80 százalékuk az vagy autóbaleset áldozat elett, vagy rák, levágták a lábát, csomó hasonló eset. Tehát legalább 15-20 ember halt meg így mellettem, aki belém kötött. Szerintem ezután én jó barátságban leszek vele, mert Látszik, hogy ez a hosszú élet titka. Leegyszerűsítetted a dilemmámat, hogy most jogázzak, kocogjak, utazzak sokat, vagy nézzem a kék eget és a szívműködésemet, ezt fogja esetleg megnyugtatni. Nem. Úgy tűnik, hogy veled kell jó barátságban lenni, és akkor sokáig fogok élni. Ez nagyon jó hír. Mondjad. Viszont ez nekem egy óriási kereszt. Az az igazi kérdés, hogy te belül milyen impulzust küldtél ezekhez az emberekhez, hogyha te sem elkövető, sem áldozati impulzust nem küldtél ezen emberek felé, akkor ez az ő karmájuk. Csak vigyázz, hogy ne is kövesd ezt a karmát, mert a túlélők bűntudata nagyon sok mindenre képes. Ezért szeretnék tanulni, hogy a belső tükör az tiszta lenye, hogy lássam, hogy ez most én voltam, vagy nem, tehát hogy küldtem, vagy nem. Azért ennyire eredményes nem lehetsz, tehát most gondold végig, ha te ezt akartad volna, akkor se tudtad volna nagyobb hányadosba megcsinálni, hogy nyugi. Ami belül a te érzelmeidből, gondolataidból elmegy azon emberek felé, ezt tudják, hogy akaratvektor. Érted? Iránya van, tartalma van. És poláris kisülése van saját magad és a másik ember között. Hú, itt egy lándzsa. Érted? Ez az akarat. Na most, hogy ennek milyen tartalma van, az nagyon fontos. Tehát a legtipikusabb pozitív impulzus az az áldás. A legtipikusabb negatív impulzus az az átok. És egyiket sem bocsátjuk ki, akkor, hogyha nem akarunk kötődni a másikhoz, vagy ártani nekik. Az áldás az egy pozitív kötés. Gyenge, de ott van. És ez puszta jó kívánság. Most nagy azt itt, hogy ilyen transzcendens kapukat nyitsz te meg ezzel az áldással, amelyre nagyon sokan vágynak, de ha nem a lélek megnyitásáról lenne szó. Tehát az áldás az egy ilyen pozitív kötés, és általában egy hosszabb körpályán visszahozza az illetőt hozzád, főleg, ha tud róla. Az átok az egy negatív kötés, sokkal rövidebb pályán hozza vissza, és romboló módon. Tehát az egyik az elkövető típusú, a másik az áldozat típusú, az áldás az itt nem áldozathozatal, de egy feltétel nélküli szeretett csomag. Az elkövető az nagyon veszélyes, ugyanis erőpozícióban vagy, és hogyha te egy negatív akaratvektort küldesz a másik felé, tudod, hogy teljesül, ezt nem szabad. Ugyanis nagyon kevesen hiszik, hogy kerülhetnek ellenkező végére is az embotnak, alárendelt helyzetbe, gyenge helyzetbe, ahol a saját maguk akarata negatívan érvényesül ismét rajtuk. Ezt hívják kárhozatnak, itt nyugati nyelven. Úgyhogy, ha te a lelkismeretet szerint egyiket se tetted, akkor ezek az emberek nem kötődnek hozzád, akkor az az ő karmájuk. Ezért kell mondjuk leborulni meg, mantrázni, hogy tényleg fölfelé menjen az energi, és transzcendens legyen, halad, meghaladó legyen, mert ha nem, akkor olyan meglepetések vannak. Húhú. -hú. Komoly. Jó? Egyébként mit tehetek annak érdekében, hogy a férjemmel ne távolodjunk egymástól? Meg kell fogni a kezét, és nem elengedni, akkor biztos, hogy egy ilyen kényelmes kartávolságon belül marad. Ő hajlandó erre? Nem. Vajon miért? Hát akkor javaslom, hogy először a lelkét fogd meg. Tehát az egy nagyon nagy magyar igazság, hogy a férfit ugye két nagy központon keresztül lehet megfogni, de elmondhatom, egy idő után egyik sem működik. Ezt már a kicsik is tudják. Tehát a lényeg az, hogy amikor arról van szó, hogy lélek kapcsolat és szeretet, akkor tessék a lelkét megfogni, miért? Mert minden ember olyan borzasztóan megjósolható. Boldogságkereső és szenvedés kerülő. Tehát, hogyha valakinek szeretetet, boldogságot, együttérzést adsz, az az ember mellette akar lenni, az biztos. Ha nem ezt adod neki, egy idő után rádun aztán azt mondja, hogy majd megyek máshova, ahol több szeretetet kapok, szerbusz. A lelkét fogd meg helyesen, nem vaskesztyűvel. És hogyha fennáll ez a lélek közösség, lélek kapcsolat, az a szeretet kapcsolatnak az első pillanata, akkor akár megfogtad a kezét, akár nem, nem akar elmenni mellőled. Itt a házi feladat. Hát, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Tehát a karma az vagy, hogyha tisztít, vagy pusztít, attól függ, hogy hogy kezelem a helyzetet. Mm -hmm. És ott kezdődik a tisztulás, hogy elfogadom? Amit, első, ami hogy van. meglátod. Tehát hogy mered látni, és utána pedig döntesz, hogy azt elfogadod, vagy javítod. Mm -hmm. Van kutyád? Van. Oda kakilt már egyszer is, ahova nem kéne? Persze. Ugye? Elfogadtad? Meddig? Hát Három én. másodpercig. Igen. És utána főtakarítottad, és kivitted a kakit. Hát Igen. ugyanez. Tehát, Jó. hogyha egy karma elfogadhatatlan, azt nem fogadjuk el. De megláttuk. Ami elfogadható, találtál egy gyönyörű csokor virágot, az asztalon és egy kártyán valaki azt írta, hogy szeretlek, és ott volt a neve. Azt ott hagyjuk, ahhoz nem nyúlunk hozzá, csak öntözzük. És megnézzük másnap is, hogy ott van-e. Tehát a karmát meglátjuk, az ok és okozat törvénye szerint döntünk. És az én döntéseim az enyémek, vagy kihatással vannak az utódaimra általam? Mindkettő. A döntés a tiéd, és kihatással van az utódaidra is. Egyéb kérdés? Az elengedésről szeretnék kérdezni, hogy hogyan tudom elkerülni, hogy egy személynek az elengedése, illetve az elengedés hogy tudom megvalósítani, és hogy ne akarjak hozzá visszakanyarodni. Szép élmények egyéb által. Ne menj vissza a múltba. Ha visszamész a múltba, vereséget szenvedsz. Túl kedves vagy, és azt szeretnéd, hogy téged ezért szeressenek. És ilyenkor az ember zsarolhatóvá válik. És ez nem jó. Tehát, ha belül te lezártad, akkor nem arra felé mész, hanem elfelé mész. Teljesen ki kell törölni mindenféle polaritást. Ezt három lépésben teheted meg. Megköszönöd távolról annak a személynek mindazt a jót, amit kaptál és amit adhattál. Hát ez a hála. A másik a megbánás és megbocsátás, második lépés. Megbánod a hibáidat és megbocsátod az övéit, és ezzel a pozitív és negatív polaritást kihúztad a tapasztalatból. A tapasztalat elnyeri ezáltal az ilyenségét, a valódi természetét. És a harmadik pedig az Isten hozzád, ez azt jelenti, hogy te a te utadon mész, én a sajátomon. És amikor ezt a hármat megvalósítottad, akkor tudsz valójában előre menni, és nem érzed azt, hogy mindig ilyen láthatatlan gumikötelek húznak téged vissza. Mert az oldás és a kötés az ember életében az egyik legnagyobb munka. De valójában nem tudunk helyesen kötődni, hogyha benne hagyjuk a titkos kis ideáinkat, félelmeinket, reményeinket, a másik nem érező szintének. És nem tudunk teljesen elszakadni sem, mert jaj, hát mégis, hát hát, ha meg talán, meg úristen, meg milyen jó volt. Az a tudat, amelyik szétosztja magát múltra, jelenre, jövőre, az nem egységes. Lásd ebből a pontból a múltat, a jelent és a jövőt, de ne menj szét. Ne tagolódj szét. Ne oszolj szét. És akkor tudod azt, hogy igen, megköszöntem, hálás vagyok megbántam, megbocsátok, és most megyek én a saját utamon, ő pedig a sajátján. Nincs jobb. Van ennek valami érezhető, transformációs élménye? Van. Fáj. Borzalmasan fáj. És akkor, ha fáj, akkor, akkor elengedtem? Ha fáj, akkor valódi. Még nem biztos, hogy elengedted, mert az ember egy olyan irracionális lény, hogy visszamegy az égő házba, és még jobban magára gyújtja mert megtalálta a játékait. És hogy ne csináljam ezt? Leborulás, mantra, meditációs ülés, és egy olyasféle belső fogadalom, hogy nem megyek vissza a múltba, nem termelem újra a szenvedést, nem leszek az az önmagam, aki nem szeretnék lenni. Így. Köszönöm. Szívesen. A karma és a darma kapcsolatáról szerettem volna kérdezni, hogy ez a darmikus küldetés, vagy egyáltalán ez a dolog, ez akkor inkább csak itt megállok. Én vigyáznék a küldetésekkel. Inkább szándékról beszélnék. Szándék. Mert hallottál embereket különböző pódiumokról, hogy nekem az a küldetésem, és hátra nézett, és nem volt ott senki. Nincs küldetés. Elhatározás van, szándék van, akarat van, csak bebújtatjuk néha egy másik lény mögé, aki engemet küldött vala. Hát nem. A saját karmánk hozott ide minket, korábbi életeink karmája, és most kell dönteni, hogy azt az elképesztő energiát, amely az azonosulásban van, merre fordítom. Itt dől el. A karma, az az ok és okozat, cselekedet és következménye, ezek ismétlődése, felgyülemlése, az ezzel való azonosulás, az ebből álló formációk kialakulása mind a személyben, a személy között, a családban, a társadalomban, a jelenségekhez való kötődés, pozitív vagy negatív viszony, ez mind karma. Azonosulásod mértékében kötődsz a karmához, de te ezt úgy érzed, hogy a karma köt téged, gondolatok kötnek, érzelmek kötnek, cselekedetek kötnek, beszéd köt, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlés, ez mind köt. Újra és újra bableves és túros Mert bableves és túros karmád van. Érted? Egy házal arrébb, knédli karma, még egy házal arrébb, borscs karma, még egy házal arrébb, ki tudja, mikor eszünk karma. Érted? Ezek a kötődések határozzák meg így csokorba kötve az embert. Mindaddig, amíg följebb nem ébredsz. És amikor meglátod a karma működésének a törvényét, az a dharma. A dharma törvény. A karma pedig a jelenségek áramlása, az ok és okozat történése. A karma szó a körgyökből származik, amely a cselekvést és következményét egyaránt magába foglalja. Tehát a szanszkrit fogalmak ilyen teljes értékűek tudnak lenni, hogy Nyugati fogalmi bázis két fogalmát, két ellentétes fogalmát, vagy egymásra következő fogalmait magában foglalják. Például a súnyatá rossz fordítással üresség, az az eredetiben üres-teljesség vagy teli üresség, és egy szó. A karma az a cselekedet és következménye egyben. Tehát nem vagyok hajlandó különválva látni. A gyána, mint elmélyedés, az az egyévvállás és az odavezető út egyben. Oké? Okay? És a gyána, csanna, csan zen, ez itt kialakult a részed során. A dharma az a törvény, a belső törvény és a külső, a látható és a láthatatlan egyben. És a világ vagy a világegyetem törvénye az szerencsére véleményfüggetlen. Teljesen mindegy, hogy mit gondolsz róla. Hogy szereted vagy nem szereted. Működik. Úgyhogy ez a karma és a darma viszonya, ha jól figyelsz, felfedezed a jelenségek mögött a lényeget, a működésben a törvényt, és látod a karmából a darmát. Ha nem, akkor szenvedünk és szenvedtetünk. Feleslegesen. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogyan tudom a mindennapok boxmecsét, ami az egóm és az önvalom között zajlik, azt elmozdítani, hogy az önvaló nyerjen. Az ego nem tud veszíteni, és valójában nyerni sem. Az önvaló pedig tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és megfelelő irányba fordítja a nyerességet is, meg a vesztességet is. Az ego csak önmagáért tud küzdeni, az önvaló pedig egyé válik az ellenféllel, és úgy tud küzdeni, hogy a nyeresség mindkettő számára nyeresség, és a vesztesség mindkettő számára veszteség. Az önvaló útján felül tudsz emelkedni az ellentéteken, és eldöntöd, hogy mekkora polaritást szeretnél az ellenfeled és magad közt. Tehát olyasféle egészséges érdekellentét alakul ki, amely minden gyűlölettől mentes. Tehát úgy az ellenfelet, hogy közben baráti viszony is fűzhet hozzá, de nyerni akarsz, az se baj, ha ő nyer, de a legjobb adat adott. Van egómentes küzdelem. Azt tud veszíteni, és azt tud nyerni is. Az ego egyiket se tudja. Egyik se jó neki igazából. Oké? Okay. Boxmeccsek, az élet küzdelem. De mennyire, és milyen áron? Ha nyersz valamit, kivel osztod meg? Ha veszítesz, ki lesz abban társad? Na ez nem mindegy. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Lehetséges az, hogy én, mint egy én nagyon érzékeny ember, ilyen hiperérzékeny ember vagyok, egy erős személyiségé váljak. Én, én nagyon felnézek azokra az emberekre, akik, akiknek ilyen személyiség van, mindig meg szoktam kérdezni, hogy hogy csinálják, mert, mert bár csak én is tudnám, tudnám ezt. Nézd, itt uh, arról van szó, hogy megfelelő szellemi gyakorlattal, az érzékenység és az erő az párosítható. Tehát itt nyugaton megint csak a széttagoltság és szételemzettség állapotában azt gondoljuk, hogy vagy ilyen két ajtó szekrények vannak, és az ugye mindent, és az elefántot a porcelánbótból kihozza meg innen, és az az erő. Csak akkor vannak ezek a nátszálak és ilyen kis harangvirágok a szélben, a pillangó szárnyától így elsírja magát, hogy úristen, elrepült, ugye? Tehát ez a szuperérzékeny valaki, és képzeld el azt, hogy te mindegyiket tudod. Sőt, egyszerre tudod. A legnagyobb véleményalkotás sem ingat, meg olyan vagy, mint a hegy, de a gyereknek az első kis könnye azonnyomban teljes odafordulás, teljes egyéválás, teljes szeretet és odaadás. Tehát a legapróbb igazi jelre figyelsz, és a legvaskosabb illúzió sem ingat meg. Erő és érzékenység egyszerre. Szilárdság és mozgás egyszerre. Nem mozduló és helyesen cselekvő egyszerre. Ezt tudjuk. Ezt lehet. Ezt ki lehet gyakorolni azt lehet úgy kezdeni, hogy mondjuk hálás vagyok azért inkább, hogy érzékeny vagyok, mint hogy utálom ezt magamban. És talán úgy erősebb lehetek. Szerintem így, hogy elnézlek, mind a kettőt már gyakorolt a deleget. Jobb napokon hálás voltál az érzékenységedért, mert láttál, érzékeltél olyat, amit mások nem, és ez éppen akkor nem döntött le. Más rosszabb napokon utáltad az érzékenységedet, mert belevitt a legvaskosabb sárba úgy, hogy a nálad érzéketlenebbek ott röhögtek, hogy ennek meg mi baja. És ez egy borzasztó tudat. Na most hálát, utálatot tedd félre. Mit hallasz? Az ürességet? Semmi. Nem. A tücsköt. A tücsköt hallod. <laughs> Igen. Mit látsz? Téged. Nem rossz, de látni mondjuk színt szoktunk, fogalmat azt gondolunk, tehát a piros kasádat, vagy a barna padlót. Na most az érzékenység és az erő ebben a pillanatban találkozik, hölgyeim és uraim. Ha ebben a pillanatban te tisztán érzékelsz, és ebben bízhatsz, akkor az érzékenység is megvan, és az erő is megvan. Tehát amikor meditációban ülünk a templomban, napi sok órát, akkor semmi más nem gyakorolsz, mint hogy hallom a tücsköt, és száz százalékig egyé válok a tücsök hanggal. De még így sem azonosulok vele. Tehát a száz tükrözés, de nem azonosulás. Ez az érzékenység és erő együttes gyakorlása. Nem tud senki és semmi kibillenteni ebből. Ha uralod a pillanatot, ha egyé válsz a pillanattal, akkor az érzékenység és erő találkozik. Ha szétesel, elvész a pillanat, érzékenység erre, erő arra. Az állóképesség eszméletlen fontos az embernél. Nem az a baj, hogy nem tudnánk élni, az a baj, hogy nem bírjuk ki. Ki kéne bírni az életet. És akkor nem félnénk annyira az élettől. A saját érzékeléseinket nem bírjuk ki. A mások érzékelését nem bírjuk ki ki kéne bírni. És ezt a tükörszerű, tiszta, jelenlévő tudattal előbb-utóbb meg tudjuk csinálni. Ez egyébként a toleranciának az alapja, nem az, hogy te eldöntöd, hogy toleráns leszel, és öt másodperc múlva pofán vágod. Elfogyott az üzemanyag. Tehát lehet együtt gyakorolni, ez mondjuk a zen technikát, illetően a tantien praxis, csakra praxis, 360 fokban tiszta tér, belül tiszta tükör, és nem mozdulsz a pillanatból. És akkor jövés és menés nem érint. Te mégis látod. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. szívesen. Hogyan tudom az érzelmeimet befolyásolni, hogy ne kerekedjen felül rajtam? Egyáltalán kell -e. Van pár kapcsolatod? Igen. Gondoltam. <laughs> látszik. Az is látszik, hogy érzelmileg nincs rendezve. Tehát tessék a férfi érzelmeit teljesen látni, érezni, sőt elsajátítani, és női érzelmekkel viszonozni. Ez a yin és yang kölcsönhatás, amiről szerintem az eltérő színű kis delfineket mintázták, a feketét meg a fehéret, és egy ellenkező színű pöttyel szépen úsznak egy nagy körbe. Szerintem az a taoista mester biztos tudott valamit a párkapcsolatról. Ugye? Egyébként nem csak párkapcsolatban jelenik meg, hanem az élet bármilyen területen. Biztos lehetsz benne, hogy így van, de maradjunk a párkapcsolatnál. Nagyon-nagyon világosan kell látni, hogy milyen érzelem, milyen érzelmi választ szül. És ezt a szóbeliség előtt az érzelmeket nem lehet magyarázni, lehet jelölni. De megmagyarázni nem, hát a jelenléted az a jelenléted. És a jelenlétedből, a kisugárzásodból következik, hogy te akkor épp egy összeférő, türelmes, szeretetteli angyal vagy, vagy pedig egy mindenkit eltaszító, kírtó, borzalmas személy, aki nem tűr meg maga mellett senki mást. És ezt szavak nélkül el lehet intézni, ez a jelenlétnek a hatása. Most a két szélsőséget mondtam. Tehát az érzelmeidre figyelj nagyon, és belül kimondhatod, hogy mit sugárzol felé, de ugyanúgy tartsd azt a csatornát, ami felőle jön. Ezt hívjuk érzelmi intelligenciának. Ezt művelni kell ugyanúgy a meditáció által. A meditációban azért nagyon sok minden letisztul. Az előbb azt mondtam, onnan tudod, hogy működik, hogy fáj. Nem mindig. De ha fájnia kell, akkor fáj onnan tudod, hogy jól működik, hogy az elme nem szól bele. Nem óhajtott gondolatokkal megmagyarázni, elemezni, szépíteni, távolítani, rendszerezni, stb. Leállt az elmének ez az állandó cseveje. És úgy látod, ahogy van. Ha úgy látod, úgy érzed, ahogy van, akkor előbb-utóbb olyat tudsz teremteni, ami ennek lennie kell annak az érzelemnek. Nagyon nagy munka, kérem szépen. Ezért jó a mantra praxis, mert magasrendű érzelmeket tartalmaz, együttérzés, szeretet, segítség, stb. Gyakoroljuk. Jó, rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon sokat tanítasz, hogy az én nélküliség elérés, hogy a tiszta önvalónkat megtaláljuk. Így van. De nekem a kérdésem az lenne, hogy az egónak mikor és hogyan van szerepe, hogyan lehet az egóval élni, hogyan kell azt használni ha a személyiséget és az egót azonosítod, akkor baj van. A jó hír az, hogy az ego önmagában nem létezik, azt létrehozhatjuk, mint egy bizonyos típusú hozzáállást, onnan veszed észre, hogy abszolút értékű nézeteidet így szemlélet belül, ott indul az egoizmus, hogy csak nekem van igazam. Hogyha a személyiséged megfelelően működik, akkor látod, hogy az ég kék és a fűzöld. Ha a másik személyiségét helyesen veszed tudomásul, akkor azt is látod, hogy ő is azt mondja, hogy az ég kék és a fű zöld. Ha belép az egó, akkor azt mondod, hogy az énegem kékebb, mint a tied. És én ráléphetek a te füvedre, de te nem léphetsz rá az enyémre. Érted? Megkülönböztetésekre szükség van, ítéletalkotásokra nincs. Egészséges személyiségre szükség van, az egódra nincs önvaló tapasztalata arra tesz képes, hogy minden karmát a maga természetében láss, lebonts, tisztíts és építs újra, ha kell. Az éntelenség azt jelenti, hogy te eredetileg abszolút alkatrészt nem tartalmazol. Minden egyes eleme a lelkednek karma, a tudatosság viszont nem az. Minden egyes eleme a testednek valamilyen sejt, meg szénhidrogén, meg nyomelem, meg rost, meg mit tudom én. Egyébként is 70% víz, ugye? Ami ezt látja, az a test tudatosság, az nem test. Tehát a lélek tudatosság, test az ugyanaz a mező. Nagyon fontos. És hogyha ezt a mezőt, te élet, tapasztalod, ez az a tiszta tükör, amiben látod, hogy belőled épp akkor mire van szükség, és mi az, amire nincs szükség. Tehát a személyiség az egy épített személyiség. Önmagában nem létezik. Mi építjük föl, ha tudatosak vagyunk. Ha nem, akkor panaszkodsz, hogy te ilyen lettél, mert apád ilyen volt, meg anyád. Érted? Nem panaszkodunk. Látunk és tevékenykedünk. Helyesen. Tehát a személyiség relativitása a megszabadulás útja. Az egoitás akkor alakul ki, amikor azt mondod, én ilyen vagyok. Én már nem változom, tessék engem így elfogadni, sőt, szeretni, meg segíteni, de ebből nekem semmiféle kötelezettségem nincs. Miért? Mert én ilyen vagyok, oszt kész. Látsz ilyet, nem keveset. Úgyhogy Köszönöm. nagyon jó hír, hogy lehet egoitás nélkül egészséges személyiséggel élni, ennek a jelmondata, miben segíthetek. Köszönöm. Szívesen. Két kérdésem lenne az egyik, hogyan lehet elcsendesíteni az elmét? Hát nem mindig olyan könnyű. De hamar megszólaltál, látod, milyen okos vagy? Ha megmaradtál volna egy kicsit ebben az állapotban, figyelj! Hallod a tücsköt? Ha csak a tücsköt hallod, akkor elcsendesült az elméd. Ezért mondjuk, válj egyé a tücsök ciripelésével. De hogyha nem hallod a tücsök cidipelését, és nem érzed a teret, és nem vagy itten a ködöködbe, akkor itt vagy valahol fönt, és az elméd állandóan nyomja, állandóan több csatornán, több hangnemben, egy hangnemben, egy csatornán, teljesen mindegy. És úgy érzed, hogy a saját karmád áldozata vagy, mert nem tudja abba hagyni, de abba tudja hagyni. Vissza tudsz térni a gondolkodás elé, a fogalma elé, a beszéd elé, a megnyilvánulások elé, igenis abba tudja hagyni, csak türelem. Egy. A gondolkodásra ne gyárts rá még egy réteget. Nem gondolkodunk a gondolkodásról, aztán gondolkodunk arról a gondolkodásról, amely gondolkodik a gondolkodásról. Ugye milyen őrület? És megcsináljuk naponta, sokszor, sőt azt várjuk, hogy a társunk meg a családtagjaink ezt elhiggyék. Ez katasztrófa. Tehát egyszerűen, tisztán, és akkor az elme szolgál valami nagyobbat, mint önmaga. Valami egyszerűbbet és tisztábbat, mint önmaga. Az elme szolgának nagyon jó, uralkodónak szörnyű. Jó? A másik, ugye most azt mondják az asztrológusok, hogy következik egy olyan időszak, ami miatt olyan bolygó együttállások lesznek, felerősödik az, aki meg tudja érezni a törvényt, és az, aki nem fog tudni ebbe belelépni. Ezt ti vizsgáljátok, vagy vagy erről van valamilyen vélemény? Nem vizsgálom. Mindenki magában érzi, mert a szignatúratanok eredete itt van bent, és nem követjük a Mars-Saturnusz együttállást. Uh -huh. Nem követjük, különben olyan pankráció van éjjel és nappal, főleg ugye a sors és a harc. Ne harcoljál te a sorsoddal, emelkedjél fölé. Tehát ha te harcolsz állandóan a bikával, előbb-utóbb ledöf. Ha okos vagy és kikötöd a pillanat tisztaságához, a fához egy kötéllel, akkor a bika egy idő után megnyugszik, mert nincs kivel vagy mivel harcolnia. Nem követjük a karmát. Lehet elemezni a karmát, de attól, hogy te megnézed minden reggel a képletet, az égit meg a sajátodat, attól még nem leszel jobb ember. Többet látsz belőle, de belül kell a minőségi változást elérned ahhoz, hogy egy képletet akár helyesen értelmez, sőt helyesen használj. Tehát te hiába látod előre a tendenciát és a lehetőséget, ha te azt végzetszerű, abszolút sorsnak látod, a karmádba vagy betonozva. Hogyha meghaladod, ha látod a teremtettségét és magadban megváltoztatod ezt, akkor képlettel vagy anélkül, de a helyes úton jársz. Tehát a képlet jelöl, deskriptív tanról van szó, nem generatívról. Azt nem tanulod meg, hogy hogyan teremtetted azt a karmát, de részletesen látod, akár káldeus, akár perzsa, akár védikus, akár kínai, akár tibeti asztrológiai szemszögből, és minden tiszteletem a jó asztrológusok, én nagyon sokat tudnak embereknek segíteni. De te mindig felelős maradsz a saját karmádért. Akár láttad képletben, akár nem. Tehát ha ez a pillanat tiszta, akkor a karmádnak a látása és művelése is tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, ismerheted húszféle képleten keresztül, akkor is bukni fogsz. Szóval a kérdésem, hogyha jól értem, minél többet hallom a tücsköt, annál inkább érzem a törvényt, tehát a darmát. Annál jobban érzed a tücsköt. <laughs> és a tücsök darmáját, ezt a cilippelést, ezt megtanulod. Valójában tényleg így van, hogyha a pillanatban te tisztán hallasz, akkor az elméd működése egyre kevésbé befolyásol. És a térben minden lehetséges, csak az nem, hogy valami teljesen betöltse a teret. A tükrödnek mindig nagyobbnak kell lenni, mint az a jelenség, ami előtte van. Hogyha a karmát teljesen kitölti a tudatot terét, ezt hívják válságnak. És a válsághelyzetben az ember úgy érzi, hogy nincs választási lehetősége. Valójában mindig van, csak addig veszítette amíg a karmája kitölti a tudatának a terét százszázalékosan. Mihelyt te nagyobb térrel bírsz belül, mint hogy a karmád azt kitöltse, már felvehetsz más nézőpontot, már választhatsz, már dönthetsz úgy, hogy nem így fogok hozzászólni, nem így fogok cselekedni, nem így fogok felérezni, nem így fogok gondolkodni, másképp fogom csinálni. Miért? Mert nem ezt az irányt szeretném. Nem ezt az eredményt szeretném. És akkor tettél helyesen, amikor relatívnak látod a karmádat, és nem engeded, hogy a tudatod terét teljesen kitöltse. A meditáció egy hatalmas térteremtés és tértisztítás és tértartás úgy, ahogy van, hogy a tükröd törhetetlen legyen, tiszta legyen, torzítatlan legyen. És akkor tudod a karmát helyesen kezelni, erre a tücsök nagyon jó tanító. Csak a meditációhoz nagyon nehéz ez a rohanó világ, mert hol van az a... Szerintem iszonyú könnyű. Tehát akkora lett a különbség a normális és az őrült között, hogy nagyon könnyű meditálni. Te hihetetlen gyorsan észreveszed, hogy na, ez már úgy normális. Ezt úgy el tudom viselni továbbra is. És ez az őrület, ami odakint van, főleg az ilyen képernyőfüggő világban, egyszerűen nem látsz tiszta, állandóan valamit te mozgat téged, letetted, jelek elrepültek, te itt maradtál. Nagyon nagy lett a különbség. Műveld, és kész. Nem nehéz, csak csinálni kell. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Augusztusban voltam, egy hónapja voltam nálatok Közelem. a templomban. Fantasztikus volt. Életemben először... Egy napos zen? Kettő volt. Két napos zen. Igen. Hú, nagyon. Igen. És, előre láthatólag is, meg nekem az egy olyan szerencsés pillanat volt, hogy eljutottam, mert hogy olyan életmódom van, hogy nem nagyon tudok elmenni otthonról, állataim vannak, meg sok, és uh, hogyan tudom tartani ezt a praxist, hogy mit, tehát most én azt érzem, hogy nagyon fáradt vagyok, és hogy többször bealszom, és hogy meditáció közben. Nagyon jó, és, nagyon jó. És hogy most azzal kezdtem, vagy azzal folytattam, hogy hazajöttem, hogy, hogy leborulások, meg mantra, de talán azt gondolom, hogy akkor megerősödhetem annyira, hogy majd egyszer csak tényleg jobban tudok meditálni. Ülve. Persze. Ez egy nagyon jó útja van. Ehhez az álmos karmát kell először felhasználni. Milyen messze van tőled a legközelebbi vonatállomás? Ugye, hogy nincs messze? Nincs. Ugye. Addig kell ébren maradni, amíg fölülsz a vonatra, és akkor elalszol. Fölébredsz Budapesten, átszállsz az esztergomira, és a templomig is aludhatsz utána már erőteljes ébresztő gyakorlat következik, újabb leborulás, újabb mantra, újabb ülés, és a meditációban, abban a térben nagy erőt tudsz újra kapni, ahogy ezt a kétszer egy napos tapasztalatod megerősíti. Nem lehet csak oda-haza. Tehát kell a kis csoport, kell a nagy csoport. És hogyha mindegyiket csinálod, akkor az az erő. Tehát időről időre el kell jönni a templomba. Azt mindenki érti, hogy olajcserére beviszed a szervizbe a járművedet. Azt nem értjük, hogy a tudatot néha egy kicsikét le kell és társakkal együtt egy kicsikét megerősödni, gyakorolni. Ezt nehezebben értjük meg. De előbb-utóbb megfogjuk hiddel, az Ez ember sokkal így. bonyolultabb, mint a járműve. De előbb-utóbb megértjük. Úgyhogy itthoni gyakorlás, templomi gyakorlat, és biztos, hogy egyre éberebb leszel. Egyre többet fogsz látni, és amikor alszol, alszol, amikor éber vagy, éber vagy, és a kettőt nem cseréljük fel. Jó? Köszönöm. Szívesen. Honnan tudom én azt eldönteni, hogy adott esetben én mantrapraxist gyakoroljak, tantienpraxist gyakoroljak, mi befolyásolja ezt, hol tudom ezt megtanulni? Jó hírem van, ez a teher nem a te válladon van. Hogyha te tanítvány vagy, akkor a tanító pont arra jó, hogy ezt elmondja neked. Ezt nem neked kell eldönteni. És ez ott van nálatok Esztergomban. Fogalmazzunk úgy, hogy ha oda jössz, akkor rájössz. És a tanító ott van, hogy segítsen. De a templomban te nem tanulsz ilyen lényegesen újabb dolgokat, inkább felejtesz abból, amit egyébként is meg ki akartál lapátolni magadból, de eddig nem tetted meg amikor a tudat megerősödik, elkezdi ledobni a karmáját, és nem valami mennyei okosságra fog szert tenni. Tehát mindenki a, a szuper tudást, az ezoterikusat, a rejtettet, a személyre szólót, a csak gurutól hallhatót, az isteni eredetűt, ezt mondhatnám, mint Gombóc Artur, hogy a szögletes csokoládé, a kerek csokoládé, a sós csokoládé, az édes csokoládé, a magyarós, a mazsolás, a narancséjas, nem mondom. Köszönöm. Felejteni is tudni kell nem csak tanulni. Amit meg kell tanulni, az sokkal kevesebb, mint amit magadból ki kell raknod ahhoz, hogy te egy egészséges ember légy. Állandóan körbe rakjuk magunkat a múlt árnyaival. Minek? Minek? Teljesen felesleges. Úgyhogy készülj föl arra, hogy Általában az első éjszaka, akik jönnek a templomba gyakorolni, ilyen, ilyen egy-két órákat alszanak, hogy senki nem bögdössi őket ilyen rudakkal, de a tér olyan, és az egész dinamika olyan, hogy te ott éber vagy, és így megy a film, és rájössz el, hogy úristen, meg kell találni a rendezőt, legalább a vágót, hogy miket vágja ki belőle. Előbb-utóbb látod, hogy hát a rendező nélkül ez nem megy. Tehát amikor az ember az élet színpadán van, akkor azt látja, hogy ő egy színész, egy sok szereplős előadásban. És változnak a szerepek. Néha apa vagy, néha férj vagy, néha munkatárs vagy, néha sofőr vagy, néha barát vagy, néha ellenség vagy, és ezek a szerepek így tak, 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 így változnak néha öt másodpercenként. Hol a rendező? Tehát a templom a felébredés helye, a megvilágosodás helye. És itt látod azt, hogy a rendező nincs a színpadon. A rendezőnek nincs jelmeze, a rendezőnek nincs színészi álneve. És onnantól kezdve, hogy te lejöttél a színpadról, és nem azonosulsz a szerepekkel, és nem keresed a színészben a rendezőt, onnantól kezdve elindultál a megszabadulás útján. A rendező soha nem lép színpadra. Soha nem lesz szerep belőle, de ő formálja az összes szerepet. Úgyhogy, ha egyszerre látod a rendezőt és a szerepet is, akkor van, kapcsolata színpad és a nézőtér között. Nagyon fontos ez a tapasztalás, és először, amikor lelépsz a színpadról, azt mondod, hogy Úristen, ez vagyok én, ez borzalom. És akkor látod azt, hogy ebben az előadásban te milyen helyet foglalsz el. Úgyhogy a templomi tapasztalás az tényleg nem pusztán tanulás, tanulni sokféleképpen sok helyről lehet. De letisztulni? A szükségtelent elfelejteni, a szükségeset megtanulni, a helytelent a helyére tenni, a helyeset használni. Na, ez már spirituális praxis kell, esetünkben meditáció kell, közös, csoportos meditáció az otthoni egyéni vagy a helyi kis csoportos mellett. Tehát ezek a hozzávalók. Ezek nélkül nem megy. Ahogy a Buddha, a Darma és a Sanga, a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség, mint menedék, eszenciális, enélkül sem megy. Nagyon kevés hozzávalók kell hozzá. Lásd az okos diák meséjét a Kőlevessel, ugye? De ha azok a hozzávalók nincsenek meg, akkor csak követeszünk, az biztos. Vasárnap megyek egy rendezvényre, és szeretném magammal vinni a mosolyodat. És ezt szeretném kérni tőled. Milyen csomagolásban kéred? Amilyenbe kapom. Hálás köszönet. Megköszönöm azt, hogy a gyakorlás szándékával, a látás szándékával ma itt egybe gyűltünk. Megköszönöm Erzsinek, azaz Böbének a kiírás szerint a vendégszeretetet, és azt az elképesztő kockázatvállalást, hogy a Zenta a stúdióba beeresztette. Nagyon köszönöm. Mindannyiótoknak az élénk szempillantásokat, az intelligenciát és a kreatív hozzáállást kívánom azt, hogy együtt gyakoroljunk, együtt járjuk az utat, és érjük el azt a felébredést, amely mindenki másnak is jó, nem csak nekünk. Köszönöm a figyelmet!